Sziasztok! Ma folytatom az Romtotábor római hadjáratomat, és itt maradt abba, hogy az egyik karthágói város, amit elfoglaltam, fellázadt véletlenül, hoppá, és itt a támadók most megtámadtak, és a fellázott csapat meg is támadott, mivel vissza akarom foglalni. Van egy katapultja, ami szerintem nem fog olyan nagy veszteségeket okozni, mint reméli, de meglátjuk. Mennyi kő, baszki. Ez elég jó kis terep. A lovasságnak nem. De a gyalogságnak annál inkább. Szerintem. A lovasságot nem igazán tudja majd használni. Hát. Ez így nem rossz. Mindegy. A lovasságot ide. Valetings. Valetes. Ó, van elefánt, hát van persze. Cavalry. Cavalry Argylia. Elég nehezen tudjuk kiűzni a rómaiakat Afrikából. Vagyis a rómaiakat. A karthágóiakat, Egyiptom lófaszt. Meg Róma. Mi vagyunk a rómaiak, saját magunkat hogy üzzük már ki. Nincs itt civil háború. Gyalogsága nincs is, nem is sereg ez, bazd meg. Előre támadás. Ez nem sereg, baszki, ami itt van. Jó, az a pár elefánt, ami, az a két csapat elefánt, ami kemény, de hát az auxiliás lovasok kiütik őket. Lovasságom, kapja el azt a kerek pajzsot. Már rohamoznak is. Na menj már közelebb, hát így nem lövöd le soha, bazd meg. Mitől félsz? Hát menj közelebb. Áj, 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 áj. Kurva szar helyen harcolunk. Cavalry Argylia. Na menekül az a kerek pajzsú. Egyelőre nem. Equites. Mit csinálsz? Nem menj olyan közel. Charge, charge, charge! Fogd meg azt a lovas egységet. Támadj! Többi gyalogos előre, előre, előre! Nyomuljatok! Fogjuk meg őket. Támadj már! Támadj! Azt az elefántot még nem ölték meg, basszus. Hadvezérem.
Meg vagy, jó. Támadj. Skutari menekül. Ezeket be kell keríteni. Egyik lovas egységet küldjük oda, azt a katapultokat. Bazd meg. De faszom, mellé klikkelek, baszki. Remek, menekül az elefánt. És az elefántosok. Az elefánt nem futna el, csak az elefántosok szarnak be, akik rajta ülnek. Majd talán az elefánt is elmenekül. Mondjuk az nem, az megzavarodik. Nem menekül el. Csak megzavarodnak. Hanagers. Győztünk. Nem meglepő. Annyira nem meglepő. Na jó, mindegy. Victory. Oh, what? Oh my god, Bomilkár. Kárthágót. Egy torony. Oké. Még mindig tévednek ide csapatok. Kárthágói csapatok, basszus. Remélem győzünk. Nem kell visszajöjjek Kárthágó visszafoglalására. Hát, egy torony. Egyet oda. Ezt oda. Ezt ide. Inkább távolabb. Rálő a torony, az a baj. Az emberekre. Erről beszéltem. Ja, meg kéne gyújtani. Remélem megfogjuk őket. Skutari, Poyeni és tudom micsoda, és valami más. Ajajajajaj, baszki. Támadj. Na, egy kis gyorsítás. Lássuk, mi lesz. Ezek úgy megölnek minket, baszki. Szép volt. Még egy páncélozó skutari jön. Miért van olyan érzésem, hogy veszíteni fogok? Charge. Nem biztos, mivel most már nem tudnak olyan gyorsan jönni lefele. Könnyebben visszaverjük őket. Ugye? Ugye könnyebben? Gyerünk, fiúk! Meg lesz az a győzelem. Meg bizony. Jönnek a ponok, jön a pungyalogság és még egy páncélozott. Ha ez a csapat legyőzi a punokat, akkor az erősítést felküldöm és győzünk. Akkor biztos győzünk. De ha nem győzi le, akkor nem biztos, hogy győzünk. Sőt, nagyon nem biztos akkor. Mindjárt fel is érkeznek. Már jönnek is. Elég komoly kis létre van benne, ugye? Nem lesz semmibe mászkálnak.
Igen, a készítők már nem igazán gondoltak arra. Á, miért tegyünk bele létrát, úgyse látszik. A sima toronyban látszik, hogy létrán másznak fel. Punokat könnyebben legyőzik, mivel a punok láncsával jönnek, és az úgy nem a legjobb így most ilyenkor. Ó, hát ezek megeszik a punokat, basszus, így, ilyen formációban. Semmiség volt a puncsapat. Talán még az izét is visszaverik, a skutarit, de ha nem, az, akkor az erősítés biztos. Amit fel is küldök, hogy legyen fönt. Az a két csapat szépen nyomta. A torony majdnem kilőtt egy embert. Tyű. Ki kéne fejleszteni a kemény balisztás tornyokat. Esélyük se lenne akkor. Na gyertek, gyertek, gyerekek. Egyet meg is ölt a skutari, baszki. Gyertek, csak gyertek. Ops, hadvezér halott. Könnyű győzelem. Ez könnyű volt. Győztünk. Heroic Victory. Ugye ez a 148 katona. Az nagyon kevés. Az nagyon kevés. Jó kis csata volt. Simán be lehet védeni Karthágót. De azért még rakok egy hasztat itt. Mi a? Ez a kör hosszú lesz, gyerekek. Ez nagyon hosszú egy kör. Na nyomnák rá egy automatikus csatát, veszítenénk. De látjátok, mennyi embere van neki és nekem. És én római frakció vagyok, általában a római katonák a legizébbek, a legjobbak automatikus csatán is. Nincs olyan jó csapat automatikus csatán, mint a római. De hát... Na, basz. Hogy mi ez? A római kasztnál nincs jobb automatikus csatán. De mégis neki alig van pár embere, és én veszítenék automatikusan. Jó, akkor legyen egy szép elrendezés, és akkor minden rendben lesz. Könnyen megfogjuk őket. Jó. Ki oda, ide még több íjász, ezeket itt lőjék majd szét. Több íjászom hol van? Na jó, szerintem meg is vagyunk. Ugye? Mindenhol van egység. Ó, innen leszedtem egyet. Ja, meg egy íjászt is. Ja, nem. Forward. Ide kell két egység. Mehet. Hasztadi. Na, egy kis gyorsítás. Nem érkeznek be soha. Hát ott tuti nem jöttök be. Hat ember. Szép. Már nem is lő, nem is nyomják. Ti barátaim, kőfalat kell ostromoljatok, amit még sose láttatok. Hát elnézést, csak kerestek. Na de most már vagyok. Hát még mondjuk fognak páran keresni, sajnos. Szerintem még ez a videó alatt. Hát na, elég nagy itt a forgalom most nálunk. Sajnos. Nagy erőnk. De azért a rómaiak írtják a gallokat.
Ezt Adi. Keményen egy sorban állnak, basszus. Százszázalékosan egy színben van a lábuk. Sőt, a pajzs minden. Szép. Jó nézni. Jó, Chosen Sword! Oh, Jesus. Sajnos az íjászok azok nem tudják legyőzni őket. Vagy igen? Nem tudom. Ha ott sokan megvetik a lábukat, akkor a hasztatikat lenyomják. Így nem nyomják le. Na mindegy. Annyi a veszteség, amennyi. Győzni úgysem fognak. Jaj, csak előcsatározó jön. Itt hadi csapat. Itt pedig szétlövik őket. Gaesta, nem tudom micsoda. Lőjétek ki. Megpróbálják visszanyomni ide a faltrőkost, mivel ez felgyulladt. Annyi az egész, hogy a gépnek az egységei nem igazán törnek meg, látjátok? Ez a hadicsapat már rég el kellett volna fusson. De egyszerűen nem törik meg. A gépnek a falon az egysége nem törik meg. Van mikor, de nézd, semmi. De az enyém simán megtörik. De a gépnek nem. Szóval ez azért egy elég komoly nehézségi szín, mivel neked, ha elkezdesz ostromolni egy várost, a te embereid 100%, hogy elmenekülnek, de a gépnek nem. A gépnek egyszerűen nem fut el a falról, bazd meg. És ez így egy kicsit szar. Szarnak tartom, de hát nincs mit tenni. Ez van. Nem menekülnek el az emberei. Szétlőttük az összes gyalogosát, még ezek vannak csak. No, 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 no. Nem mi a... Hiászok, miért vagytok hülyék? Csak egy kérdés. Ez az egy. De miért nem lősz már a faszom beléd? Hát mondjuk leszorítják őket. Menjetek karddal. Ha úgyis háttalálnak nektek. Van esélyetek. De hülyeség, hogy nem lőnek az íjászok. Azért, mert sokan még lent vannak. És nem úgy van megcsinálni, mint a Rome 2-ből, hogy amit lát, az lövi, hanem neki muszáj fel legyen több, mint fele egység a falon, és akkor elkezd lőni. De még nincs fent több, mint fele, addig nem. Sajnos. Le kéne támadnom a görögöket. Fasz ki van velük. Spártánál meg kéne vessem a lábamat. Victory. 210 ember. Automatikus csatán vesztettem volna. Vagy ha nem is veszítek, de több mint felesereget simán elbuktam volna. Így nem. Szóval mindig érdemes inkább lejátszani azokat a csatákat, az a biztos. Ó, Massalia ki se támadt. Az szép. Egy ilyen Jupiter templom. És a legfejlettebb frakció vagyok. Következő körben már nem illeszek. Ez mindig így van. Max egy körig vagy te a legfejlettebb, utána már nem. What? General. Jó, átképzés. Legyen egy ilyen, egy csatorna rendszer. Ezekkel miért visszafele jövök? Valaki? Nem emlékszek. Inkább előre. Maradunk itt. Jaj, tudom. Jó, most már mindegy. Nem akartam átmenni a germán területeken, mert akkor megromlik a befolyásunk, hogy mi a tököm, és megutálnak egy kicsit. És azt nem akarom. Ó, szépen átképződött a sereg. Ezeket itt lebontjuk, és lesz két csapatra elegendő lakos, pont kettő.
Nos igen, Hippo régiózt is jó lenne már befoglalni. Basszus, ezek a kárthágóiak még mindig rengetegen vannak. És erősek is. Nézd már, itt is egy kis csapat, ott is egy kis csapat. Igaz, nem olyan erős, szóval nem erősek, csak egyszerűen sokan vannak is. És nehéz tőlük haladni. Automatikus csatán legyőznének, ha meg lejátszod a csatát, az ez egy kicsit sok időbe kerül. Ó, itt két csapat a négy ellen. Mégse teszek semmit ide. Most igen, fejleszteni. Farmot. Ó, nektek mi bajotok? Mi itt a probléma? Kultúra 35. Squalor. Elégedetlenség. Ha mi a bajotok? Csesszétek meg. Kultúra. Hát a kultúra nagyon izé, a templomom sajátom. Hát baszod, már régóta a római terület, és még mindig a kultúrával van a baj. Ez hülyeség, bazd meg. Már rég ki kellett volna egyensúlyozódjon a kultúra. Nagyon rég. At your service. Ezüstös tapasztalattal kapja a hadi csapatokat, basszus. Kurva anyját. Kis geci. Javavumot szerintem be tudom védeni 5-6 csapattal. Na és hát remélem. Medolániumból kimegyünk. Nyomjuk a galloknak a támadásokat. Hát nem sikerült valami. Ez a Termont. Ja igen, én még jóba vagyok több néppel. Legyen ez. Vagyis akarom mondani pontosabban a görögökkel, és azért nem támadtam meg Termon kikötőjét. A hasztatusz a legolcsóbb fenntartású egység. Nem volt profit hiányom. Financiálban pedig hát nem olyan nagy a dolog. Lehetne jobb is. Levesszük kicsire, de építünk egy utat. Kössük össze a városokat, jobb kereskedelem. Szép. Igen. Á, líbiai gyalogság az nagyon szánalmas egység. 70 ember. Kiírtás. Annyi az egész, hogy ez már volt kiírtva. Kapitóliumtól való távolság 70%, 45%. Ez Andrészta. Nagyon nehéz fenntartani a közrendet. Szinte a legnehezebb. Én nem hiszek két hadvezért, ha az egyik meghal. Akkor legyen kettő. Záma. Volt Zámánál pár kemény csatánk. Ez tetszett. Az álmai csata meg volt rendezve történelemben. Szépen. Lássuk csak a diplomáciát. Gallok és Kárthágó. Az SPQR meg nem tudom, hogy hol játszik, de mindegy. De az SPQR még hadban áll Makedóniával, de én már nem. Jézusom. De arra kell. Róma 1. Hát, fele annyian se vagytok, mint mi, de vannak fele annyian. Jó, a hadi csapatok 241 katonából áll a hasztatusz, csak 124-ből, de legyőzi a hasztatusz a hadi csapatot. Szóval értitek, hogy mi a lényeg.
Hiába vannak olyan sokan, akkor is gyengék. Eztari. Szépen kihúzzuk őket, íjászokat. Hátra rakjuk. Units. Lovasság oda. Hadvezér és lovas ide. És lőjetek tűzzel. Eztari. Nem tudom, mikor érjük el a légiós kohorszokat, de jó lenne. Mikor adja már be a kemény légiósokat. Korai kohorsz. Legionary kohort. Na, azok kemények, geci. Azokkal már tudod aprítani a gallokat. A válogatott kardforgatónak nem sok esélye van ellene. A hasztatusz simán levágja a válogatott kardforgató, de még a hasztatusz is képes felvenni a harcot vele, szóval mikor eléred a légiós kohorszokat, utána nincs olyan egység, ami felvegye veled a harcot, max a phalanx, de hát az is csak azért, mert a phalanx az tényleg jó és erős. De az ilyen közelharcban kard vs kard a légiós a legjobb. Meg a spártaiakat is legyőzik. Tűzzel lőjetek. Archers. Hát, ne ilyen sokan már. Egy ember belehalt 300 valány nyilvesszőbe. Itt? Á, itt még egy se pedig kaptak 500 nyilvesszőn, geci. Forester Warband. Ezt meg kéne ölni. Ne nyilazzanak már minket. Pánik. Akkor csak lőjenek tovább tűzzel, lehúzza a morálokat. Jaj! Ne lőjetek semmennyi. Az íjászokat kéne megblokkolni. Ne tudjanak lőni. Itt az egységeit meg szétdárdázzuk, mivel össze-vissza mozognak. És az íjászoknak pedig jó célpontokat nyújtanak. És menekülnek is. Remek. Szóval nagyon szép célpontokat adunk az íjászoknak. Gyalogságra nem megy rá, mert hülye. Mert a lovassággal baszakodik. Bum. Elkaptak egy íjász egységet. Na akkor folytassuk. Sajnos elkapták az egyik íjász egységemet, ahogy mondtam. De azt a tikkal megszabadítjuk tőlük az ellenséget. Itt pedig egy lovas rohamot fogunk indítani a megmaradt csapatok ellen. Sajnos ez nem fog megtörni. Ha nem gond, a lovasok levágják őket. Ugye? Remélem. Ja. Hadvezére meghalt, akkor elmenekülnek. Az mi? Chosen Sword? Azok még azért tudnak valamit. A válogatottak. Charge the enemy. De ők is, ahogy mindenki, elmenekül.
Ja. Én is értem, miért támad, tényleg. Alig vannak páron, és megtámad. Mondjuk jó ez így, hogyha ennyivel támad, és nem egy egész hadsereggel. Így legalább beaprítjuk könnyedén őket. Vagyis akarom mondani könnyebben. Ó, Settlement, Narbo Martius. Oké, ez a sereg megy Narbo Martius ellen, ezek meg jönnek ide. De még több egységet kell képezni, hogyha véletlenül ide tévedne pár csapat ellenség. Medolánium. Medolániumot fejlesztjük egy kicsit komolyabbra, meg javavumot is. Legyenek kövezett utak. Egy kis technológiát vezessünk már be nekik. Szépen kezd a közrend kialakulni. Katapult range. Hippodrom. Az kemény. Triari egyes tapasztalattal. Az úgy már valami. És igen, itt összeszedett még egy sereget, ami még tartalmaz Secret Bandot is. Most igen, a gép az komoly meglepetéseket tud adni. Elég az, ha a lovasságot át tudom képezni. Az már jó. Szálldája védtelen. De azért keményen jönnek a csapatok, basszus. Rengeteg csapatot hoz. Egyfolytában csak küldi Karthágó is őket. Én is csak küldöm az egységeket, mindegy veszett. De küldi ugyanúgy a Karthágó is. Nagyon nem hagyja magát. 2, 4, 5, hát. Itt nincs lakosság, úristen. Kifogyott Karthágó és Róma, kifogyott a lakosokból, basszus. Ezeket itt lebontjuk, és akkor lesz lakos. Olcsó egységek. Feláldozhatóak. Massaliát pedig kiürítjük. Azt itt lehet képezni? Á, lehet még principészt is. Az alap volt. Az ijászokat nem viszem, azt nem akarok veszíteni. Ijászokat. Csak azt itt. Mivel az ijászt nem lehet átképezni. De a azt itt igen. És így íjászokat ne veszítsünk, ha nem muszáj. Automatikus csatán elbuktam volna több, mint fele íjászomat. Hipporégiuszt megtámadott. Még jó, hogyha Hipporégiuszt támadta, és nem a másik csapatot, ami még nem volt a hídon. Régium. Wow. What the fuck? Ezeknek mi bajuk? Úristen. Hát nem tetszett nekik ez a magas adó. Meg minden hülyeség. Azok ott ki fognak hívni. Tarentum. Tarentum tovább fejlődik. Build Tower. Jó, építsünk ide is egy tornyot. Nem ad valami nagy látóhatárt a hegyek miatt. Sajnos. Oké. Ide még több csapatot. Ha megtámadnának az izék. A germánok. Mivel övék. Illíria. A germánoké. Szóval ők itt vannak már. Szóval az illírek hadban állnak a... És a germánok hadban állnak a makedónokkal. Persze, Makedónia szövetséges szkítákkal, de trákok is, görögök is, és
germánok is támadják őket ezek szerint. Itt még mindig tiéd Makedónia ezen része. Hát akkor még Pella az övé, de nem szerintem sokáig nem. Adóból vissza. Nem szeretik a népek ezt a nagy adózást. Nem jön be nekik. Sajnos meghalt a nagy hadvezérem. Hát igen. Sajnos. Masszaliából kitámadunk majd. Ó, és Tevesztét is megtámadod. Ott haltok meg a falak alatt mind. Jézusom. Jesus. Hát, következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!